Az ország leghíresebb tenoristájára, Simendi Józsefre emlékeznek az Erkel Színházban. 8 magyar művész és a mexikói születésű Rafael Roas mindannyian olyan áriákat énekelnek, amelyeket Simendi is előadott életében. Simendi a 20. századi magyar operajátszás kiemelkedő alakja. Gyönyörű orgánumával, színpadi játékával, szerepek sokasságával vált ismerté, országon belül és túl. A teltházas emlékkoncerten Simendi József özvegye is ott volt, az Operaház igazgatójával Ókovács Szilveszterrel nyitották meg az emlékkoncertet. Nagyon felkavaró, mint mindig. De hát azért mégiscsak jövőre lesz 20 éve, hogy elhunyt az én férjem, és hát az ember hát hozzászokott a nem létéhez. De hála Istennek a rádió, televízió mindig megtalálja, hogy olyan időkben megszólaltatja, ami aktuális éppen. Simendi József életpályája nem mindennapi. A művész hosszú utat tett meg, amíg eljutott az Operaház színpadára. 1916. szeptember 18-án Schulder József néven született. Az édesapja azt ígérte, ha fia születik, felhagy az alkohollal, és vége a mindennapos kocsmázásoknak. Az ígéretből aztán nem lett semmi, így nem a legszebb gyerek és kamaszkor jutott a majdani tenor legendának. 15 évesen egy pesti taxis cég, a Szürke Taxi iskolájába került, 1940-ig autószerelőként dolgozott. Már ott sokat énekelt a kollégáinak, barátainak, majd énekleckéket kezdett venni, és 1940-ben bejutott az Operaház kórusába. Szóló tenorként 1946-ban mutatkozott be a Szegedi Nemzeti Színházban, Bizet Carmen című operájában, Don José szerepében. De több tucat szerepe volt. A nevével összefort Erkel Ferenc bánkbánya, de a többi közt énekelte Mozart varázsfuvoláját, vagy Verdi trubadúrját, amelyet az emlékkoncerten László Boldizsár adott elő. Végre egy olyan áriát kaptam, ami nagyon a szívem csücske, tehát a trubadúrnak most volt itt az ide, hogy én ezt koncerten elénekelem. Azt mondja, ez az ária a nagyívű érzelemvilág és a harcias magamutogatás miatt azt a kettősséget hordozza magában, ami egy tenoristának lételeme a színpadon. László Boldizsár érdekességként azt is elmesélte, hogy több közös szál is van Simendi és az ő életében. Jó, ezek már ilyen számmisztika, egy napon születtünk, tehát ő szeptember 18-án és én is. És én Keszthelyen születtem, ő meg Keszthely mellett volt a nyaralója, és Keszthelyre járt be, és mindig Keszthely volt az úgymond neki a... Mert nekem mindenképp a Keszthely volt a csúcs, mert hogy én csak ott megszülettem, aztán elköltünk Tolna megyébe, és oda visszajárni az olyan volt, mint a három nővérbe Moszkva. A koncert végén pedig a technika segítségével Simendi József is megjelent, hogy elénekelje a Bánkbán címszerepének egy részletét. Az előadás után pedig egy Simendiról szóló fotókiállítást is megnézhettek a nézők. Az alkotók szerint a képek és az emlékest a tenor legenda életén kívül azt a küzdelmet mutatja be, amelynek segítségével Simendi az autószerelő szakmunkásból az ország vezető operaelnökségévé vált.